ménes birtokért tüntetett az ellenzék, a mezőhegyesiek munkájáért aggódnak. Élelmiszercsomag a rászorulóknak, 1000 család kap adományt. Az ország legjobb táncosai Békés Csabán mintegy 120 páros versenyzett a bajnokságon. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják, Varga Diana vagyok. A mezőhegyesi állami földek eladása ellen tüntettek ma az ellenzéki pártok képviselői Békés Csabán. A felszólalók szerint a Ménes Birtok ZRT területének szétaprózódása több száz munkahelyet veszélyeztet. Közben a kormány arról adott tájékoztatást, hogy a területek nagyobb részén, mint a gazdaságként újra alapítja a nagy hagyományokkal rendelkező mezőhegyesi Ménes Birtokot. Közös tüntetést tartottak az ellenzéki pártok Békés Csabán, az AB Expo épületénél, ahol megkezdődött a mezőhegyesi Ménes Birtok ZRT által használt állami földterületek árverése. Az eseményen felszólalt Tordai Bence, a Párbeszéd Magyarország elnökségi tagja, Nagy Huszein Tibor, a Demokratikus Koalíció alelnöke, Gőgös Zoltán, az MSZP elnök helyettese, a Liberális Párt részéről Bodnár Zoltán, az Együtt elnöke Szigetvári Viktor, valamint a Munkáspárt képviseletében Kis János. Beszédet mondott rajtuk kívül Mitykó Zsolt, mezőhegyes független polgármestere is, aki elmondta, a Ménes Birtok ZRT jelenleg 80 millió forint iparűzési adót fizet a város kasszájába. A föld tulajdon szétaprózódása szerinte ezt a bevételi forrást megszüntetné. Nagyon súlyos probléma lesz ezen kívül a foglalkoztatás. 400 állandó dolgozót foglalkoztat a Ménes Birtok, akinek egyelőre nem tudunk mit mondani, hogy mi lesz velük, amikor a nagy cég elhetetlenül, nagyisten teljesen fölbomlik, az emberek hova fognak menni. Nem tudunk nekik a közfoglalkoztatáson kívül más feladatot biztosítani. Probléma ezen kívül a majorság területén élők vízellátása is, ami a polgármester szerint a jövő évtől ellehetetlenül, amikor a ZRT a korábban általa biztosított vezetékes ivóvízszolgáltatást a várható anyagi nehézségei miatt kénytelen lesz elzárni. Gőgő Zoltán pedig azt a génállományt is megemlítette, ami pótolhatatlan veszteséget jelentene a mezőhegyesi állami gazdaság megszűnése esetén. Ami a vetőmag termelést érinti, az egyértelmű, Magyarország vetőmag előállításának majdnem a 20%-át az a vállalkozás adja, vagy adta, még mindig adja, még egy évig, és nagyon komoly genetikai tevékenységet végzett, főleg a tejelő tehenészet terén. Ezt meg kellene őrizni. Na most ezt az ilyen típusú bérbeadás, ami ott történt tavaly, az egyértelműen megakadályozza, és mi úgy gondoljuk, hogy ez nagy hiba volt. Na most ezt nyilván valamilyen módon visszarendezni, akkor lehet 2018 után, reményénk szerinti kormányváltás után, hogyha maradnak állami kézben ezek a területek. Tehát ezért van, azért fontos lenne, hogy lehetőleg ez ne kelljen el. A Földművelésügyi Minisztérium eközben arról adott tájékoztatást, hogy a mezőhegyesi Ménes Birtok ZRT földjeit is felhasználva az állam mintagazdaságot kíván létrehozni mezőhegyesi állami ménes néven. Ehhez a kormány mintegy 3500-4000 hektár állami földet rendel, így kívánják biztosítani a vállalkozás jövőjét. Szigetvári Viktor szerint ezzel kapcsolatban még sok kérdés tisztázatlan. A mintagazdaság ötlete egyelőre csak ötlet. Mi az együttben azt követeljük, hogy ha a kormány, a Lázár János komolyan gondolja a mintagazdaságot, akkor tényleg mondja meg, hogy hogy lesz itt 4-5000 hektárnyi föld, amelyen tényleg lehet művelni, hogy lesz az egy működőképes, olyan termelésmód, amely közben az önkormányzat számára is helyi adóbevételt jelent, mert ha csak egy állami céget hoznak létre, abban lehet, hogy tovább lehet dolgozni a pár száz embernek, de közben nem lesz helyi adóbevétel, amiből kulturális, oktatási, szociális programokat finanszíroz az önkormányzat. A mezőhegyesi árverések első napján egyébként mindössze egy földterület talált gazdára, a többire nem érkezett érvényes ajánlat. A város önkormányzata ebben az évben az adventi időszakban 4 millió forint értékben adományozott tartós élelmiszereket a rászoruló családok részére. Ebből az összegből 1000 családnak egyenként 15 kg-os csomag jut majd az ünnepi asztalára. Békés Csaba megyei jogú város önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan idén is több millió forinttal segíti a hátrányos helyzetű családok mindennapi életét. Az adventi időszakban felajánlott összegből 1000 családnak jut majd tartós étel az ünnepi asztalára.
mindenki számára fontos, hogy azok, akik valamilyen módon, valamilyen szinten rászorulnak valamiféle szociális támogatásra, azok részesüljenek ilyenben. Az önkormányzat egyébként ugye a tavalyi esztendőben 3 milliót, idén pedig erre a mostani konkrét tartós élelmiszerosztásra 4 millió forintot szán. A 4000 forint értékű csomagba olyan élelmiszerek kerültek, amelyek egyháztartásban sem hiányozhatnak az ünnepekkor. 4000 forint értékben állítottunk össze csomagokat, ami tartalmaz szaloncukrot, tejet, kekszet, száraz tésztát, 4 fajtát, olajat, cukrot, lekvárt, körülbelül ezeket, és így 4 millió forint értékben van most itt a helyiségben adomány, amelyet a Békéscsabai megyei jogúváros önkormányzata finanszíroz az előző évekhez hasonlóan. A rászorulókat a Békéscsabai kistérségi családsegítő és gyermekjóléti központ által gondozott családok közül választották ki az adományozók. A családsegítő központ információjára hagyatkoztunk, ahol nyilván vannak tartva azok a családok, akik nehéz életkörülmények között élnek, és így állt össze az 1000 család, akik számára ezt az adománycsomagot biztosítani tudjuk. Hogy pontosan mindenhova eljutott-e, akik rászorulók, ezt nem lehet megállapítani, de én úgy gondolom, hogy az 1000-es szám az egy nagyon komoly szám, nagyon sokakon tud az önkormányzat segíteni. A központ éves szinten legfeljebb 1100 családot gondoz, így szinte mindenki otthonába került az élelmiszercsomagokból. Egy magam vagyok, és akkor ugye ezzel sokat segítenek, hogyha valamit sütni akarnék, meg ugye nem nagyon tudok sütni sem, mert ugye nagyon fáj, gipszben van a kezem, úgyhogy amit tudok, próbálkozok. A háromnapos ételosztás során óránként 40 rászoruló család tudja majd átvenni adományát a Bartók Béla út 14 szám alatt, akiket Szarvas Péter polgármester levélben értesített. Sok autós fellélegezhet, hiszen mostantól jelzőlámpák segítik a közlekedést a Gyulai úton, a Gőzmalom tér és az Árpád sor kereszteződésénél, illetve a Derkovics sori átkelőnél. A Magyar Közút Nonprofit ZRT által felügyelt városi fejlesztések a forgalmi biztonság javítását célozzák. A megyeszékhely belvárosában található több fennakadást okozó átkelők a beüzemelt jelzőlámpáknak köszönhetően mostantól a gyalogosok és az autósok számára is biztonságossá váltak. A Gyulai út érintett szakaszán ezzel együtt megszűnt a sávszűkítés is, így a belváros irányába már 2 forgalmi sávon haladhatnak a közlekedők. Befejeződtek a belváros rehabilitáció második üteméhez kapcsolódó önkormányzati forrásból finanszírozott felújítási munkák. Az Andrássy út 16-18 szám alatti épület udvarán 200 méter hosszúságban bontották el és építették újra a szegélyköveket, mintegy 700 négyzetméternyi területet aszfaltoztak le, valamint közel 400 négyzetméternyi térburkolatot helyeztek el. Bíró Csaba, a körzet önkormányzati képviselője kiemelte, egy olyan fejlesztést valósítottak meg, amely a lakók mindennapjait könnyíti meg. Emellett a 38 millió forintos beruházás során a Mednyánszky utca, Andrássy út és Csaba utca közötti szakaszán, valamint a Gyóni Géza utca teljes szakaszán végeztek aszfaltozást. Kondoroson az utcán megfenyegette, majd bántalmazta a diákokat kísérő pedagógust egy férfi. A szarvasi rendőrkapitánysága gyanúsítottat kihallgatta, az 59 éves férfi ellen büntetőeljárás indult. Kondoroson a Hősök útján december 2-án egy férfi odalépett egy diákcsoporthoz, majd felszólította a fiát, aki társaival együtt a kollégiumba tartott, hogy lépjen ki a sorból és menjen haza. A tanulókat kísérő tanárnő közölte a férfival, hogy láthatóan ittas állapotban van, ezért nem engedi vele haza a gyermeket. 2 nappal később a férfi ugyancsak vitába keveredett a tanárnővel, ekkor azonban már tetlegességig fajult a dolog, és a férfi nekilökte a pedagógust egy épület falának. Onnan az a kis alsós gyerekeket onnan odáig elkísérte. De hogy aztán az apuka honnan jött elő, azt nem tudom. A tanárnő segítségét kiáltott, majd miután egy járókelő odament hozzá, telefonon hívta a rendőröket.
December 4-én kért telefonon rendőri segítséget a tanárnő, a körzeti megbízott kollégáim azonnal a Hősök útjára mentek. Egy kicsit távolabb a helyszíntől, az Endrődi úton fogták el a gyanúsítottat, akit azonnal előállítottak, egyben orvosi vizsgálatra, valamint vérvételre is elvitték. A városban azt mondják, az 59 éves férfinak többször volt problémája az alkohollal. Felesége meghalt, alkalmi munkákból tartja fent magát. Ja, apuka lehet részeg volt. És azért, hát nem szabadna egy tanárt bántalmazni. Mind a kettőt ismerem, a pedagógust is, a férfit is, aki ezt szörnyűséget elkövette. Ő a férfi, az egy rossz körülmények között él, felesége meghalt, italos. Információnk szerint a pedagógus nem szenvedett 8 napon túlgyógyuló sérüléseket. A szarvasi rendőrkapitánysága Kondorosi I. László ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást. Hagyományőrző kézműves alkotásokból nyílt kiállítás a Munkácsi Mihály Emlékházban. Egyúttal a fiatal kézműves alkotókat is jutalmazták. A tárlaton számtalan különleges tárgyat láthattak az érdeklődők egészen januárig. Hagyományos népviseletben táncoltak a hét próbás néptánciskola növendékei. Így indult a szombati kiállítás megnyitója. Varga Tamás, az oktatási, közművelődés és sportosztály helyettes vezetője megnyitó beszédjében azt hangsúlyozta, hogy a mai rohanó világban igazi kincs, ha a fiatalok megőrzik és ápolják a hagyományokat. Én úgy gondolom, hogy van egy tudásanyag, amelyet mi megkaptunk. Ha ezt a tudásanyagot nem műveljük, akkor ez eltűnik. Ez az egyik. A másik dolog, az embernek szüksége van arra, hogy alkosson. Nagyon sokszor a mostani civilizációban, amely természetesen öröm egyik oldalon, öröm a másik oldalon, arra törekszünk, hogy egy-egy munkafolyamatot végezzünk el. Itt viszont a kigondolástól egészen a megvalósításig végigélheti mindenki az alkotásnak a szépségét és a gyötrelmét. A kiállításon 436 pályamunka látható, melyeket óvodások, alsó és felső tagozatosok, valamint egyéni alkotók készítettek. Az ünnepség alatt első és második helyezéseket, valamint külön díjakat osztottak ki, de volt kiemelt első helyezett is. Forgács Kata, az egyik alkotó, 3 sárközi gyönnyakláncot készített a pályázatra. Ezek mind eredeti sárközi minta alapján készülnek, és ugye csak a színeket lehet benne változtatni, azok is, hogy kötődjenek mégis a népi kultúrához. Több különleges témát is feldolgoztak az alkotók. Egyikük például a Szent Családot mintázta meg a kiállításra. Egy Betlehemmel jöttem, kis Jézussal, Máriával, illetve Józseffel készültem, pici karmantyúbabán készültek, ez a különlegesség, hogy nagyon aprók, nagyon finom kézügyességet igényelt, és hát szerencsére akkor díjaztak is ebben engem. Szőnyegek, táskák, nyakláncok, bábok. Ezeket a kreatív alkotásokat is láthatják az érdeklődők a kiállításon. A kézműves kiállítást 2016. január 15-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Munkácsi Mihály Emlékházban. Hazánk legrangosabb a hétvégén a Csaba Gyöngyében 46. alkalommal megrendezett táncversenyén 120 páros mérte össze tudását. A pontozó bírák számtalan szempontot vettek figyelembe a legjobbak kiválasztásánál. A 46. alkalommal szervezte meg BAS osztályos és szenior országos társastánc bajnokságát a Magyar Táncsport Szakszövetség. Nem véletlen az, hogy ismét Békés Csaba adott otthont a megmérettetésnek, hiszen az ötlet is városunkhoz köthető. Ezt a versenyt édesapám, nyílilagos táncpedagógus indította el Békés Csabán. A osztályba, ami akkor a legmagasabb osztály volt, hirdette meg ezt a versenyt. Ezt az osztályt mind a mai napig megtartjuk, de most már kicsit kibővítettebben kerül megrendezésre ez a verseny a B, A és az S kategóriába.
A Csaba gyöngyében több mint 230 négyzetméteres táncparkett épült a verseny kedvéért, az Agóra és a hangversenyteremben. Az ifjúsági, junior, felnőtt és szenior korosztályokban 120 páros adta le nevezését standard és latin-amerikai táncokban. A 1970-es indulása óta nagy népszerűségnek örvend az országos társas táncbajnokság. Akkor még az ifjúsági ház adott otthon neki. Évről évre, amíg a táncosok és a nézősereg ki nem nőtték a helyet, ahonnan 88-ban a sportcsarnokba költöztek. A csúcsosztály kategória mellé néhány éve a fiatalok is csatlakoznak. A legjobbak pontozása nagyon összetett feladat. Az első szempont a muzikalitás, tehát hogy a páros megfelelően a zenének a ritmusára, ütemére táncoljon. Hát aztán ugye, amit a átlag közönség ugye figyel, az az összhatás, tehát milyen benyomást kelt ugye a nézőkre, illetve a pontóbírókra. Országosan is egyedülálló a verseny, aminek talán a minőségét még inkább fémjelzi, hogy 46 éve folyamatosan minden évben megrendezi a Magyar Táncsport Szakszövetség. Ez volt a Híradó mára, de maradjanak velünk, mert lesz még aktuális, amelyben az állami földek és a ménes birtok elárverezése kapcsán beszélgetek Mityko Zsolttal, Mezőhegyes polgármesterével, és Bot Tamással, az Együtt a Korszakváltók pártjának gyulai választókerületi elnökével. Híreinket online is megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!